elmúlt két év jogfosztásai során megszoktuk a ellenzéki értelmiségtől és közvéleménytől, hogy újra és újra azt mondták, hogy ezzel aztán vége a demokráciának. Valami újabb dolog történt, és megint ugyanezzel érveltek. Valószínűleg ezt abba kellene hagyni, hiszen be kellene látni, hogy valamikor, amit meg lehetne vitatni, mikor, de valamikor véget ért a demokrácia Magyarországon. De a másik szokásos kritikai álláspont sem sokkal jobb, amely viszont valami totalitáriánus diktatúráról beszél. Az viszont nem következett be. Ehelyett van egy önkényuralmi rendszer, hogyan is lehetne nevezni másképpen, amely számos szabadságjogunktól megfosztott, és néhányat azért megtartott. Ilyen működött Dél-Amerikában, vagy működik Dél-Amerikában, és kétségtelen, hogy ehhez leginkább az elmúlt autokratikus rendszerek közül Magyarországon a Horthy korszak hasonlított. Valóban megfosztottak számos szabadságunktól, és a modern világ másik nagy értéke is rendkívül súlyos sérelmeket szenvedett, az egyenlőség. Hiszen itt valóban, kimondva, egy középosztály épül, a kárára a szegényeknek, kárára a náluk alacsonyabb rétegekhez tartozóknak. Valóban elmondható, hogy ennek a két évnek a kulcsmondata, a szimbolikus mondata az, hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér. Tehát sérelmet szenvedtünk szabadságban, sérelmet szenvedtünk egyenlőségben. Van még egy harmadik a nagy értékei között a modern társadalomnak, és ez a testvériség, más néven szolidaritás. Ez az, amit mozgósítani kell, mozgósítani kellene ahhoz, hogy visszanyerjük a szabadságunkat, és újra egyenlőek lehessünk.